stafétapályázat azt a szerencsés helyzetet teremtette meg nekünk, hogy, hogy nem kellett kompromisszumokba belemennünk, és a saját művészi elképzelésünket valaminek a valamiért feláldozni, és ez egy nagyon-nagyon szerencsés helyzet alkotóként. Egy éven keresztül, ami készült az előadás, hatalmas biztonságot éreztem. És volt egy nagyon jó háttér mögöttünk, és azt tudtam mondani ennek a 15 embernek, aki benne volt ebben az előadásban, hogy, hogy nem egy olyan dolgot hozunk létre, ami majd a levegőben fog lógni, és minden támogatás nélkül születik, hanem egy ilyen... Volt egy talaja. Igen, volt egy nagyon jó talaja ennek az egésznek, ami befogadta és nagyon nyitottan állt hozzánk. Nekem az életem egyik legnehezebb próbafolyamata, de az a próbafolyamat, amit a legtöbbet tanultam, az, hogy egy olyan produkciót készítettünk el, amit egy ilyen nagy társasággal, nagyon szuper csapattal és olyan emberekkel, akiktől csak tanulni lehet. És ez én azóta is nagyon sokszor merítkezek ebből a folyamatból. Mi ezt most megküzdöttük, igen. Ezt érzem, és ez valahol egy nagyon nagy büszkeség volt. Igen. Hogyha valami szétfeszít belülről, azt mondd el.